Jelentkezik az Arcélek Dési János műsora, amelyben a kultúra, a tudomány, a közéleti gondolkodás legnagyobbjait láthatják, hallhatják. Emberek, akikről mostanában kevesebbet hallunk, de gondolataik jelen vannak a mindennapokban. Várja Önt szerda este 9-kor az Arcélek Dési János műsora. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm Czeiser Endrét. Jó estét kívánok. Amiről beszélni akarok Önről, az a könyv, ami nem olyan rég jelent meg, a Magyarság genetikája a címe. Reklám nem kell neki, mert a harmadik könyvesboltban találtam csak rá. Ennek két oka lehet. Az egyik az, hogy nagyon tetszik a közönségnek, a másik az, hogy nagyon keveset nyomtak, vagy valami raktár mélyén. De hát biztos nagy közönség siker. És az ember azt gondolná laikusként, hogy hát már ott kezdik a dolog, hogy mi az, hogy magyarság. Hát van olyan, hogy magyarság körbe lehet írni azokat az embereket, akiknek aztán majd a genetikáját lehet is. Szóval hogyan lehet megfogalmazni, hogy kik a magyarok az Ön szakmája szempontjából? Igen, igen. Nagyon jó a kérdés, mert valóban ez egy nagyon komoly dilemma. Definiálni nem nehéz, mert mondjuk mondhatjuk azt, hogy a magyar állampolgár. Tehát aki a Magyar Köztársaságban él. Természetesen ma már nemzetbe gondolkodnak azért az emberek, magyar nemzetben, és akkor ugye már mondhatnánk azt, hogy aki magyar anyanyelvű, a magyar kultúrához kötődik. Már a szülőföldet nem nagyon szabad mondani, gondoljunk a határon túli magyarokra, akik magyarnak vallják magukat, de nem Magyarországon születtek. És éppen ezért az ember éreztem egy igényt, hogy jobb lenne mondjuk ezen a, hogy mondjam, adminisztratív, bürokratikus meghatározáson túl valami megbízhatóbbat, tudományosabbat. És akkor jött a genetika, ugye, mert végül is ma már a genetikában a géneket közvetlenül nem tudjuk vizsgálni, de a gének közvetlen hatását, amit génjelnek nevezünk, ugye az apaság, meg egyéb vizsgálatokban is erről van szó. Aztán bejött két új kutatás, nem akarok nagyon tudományos lenni, hogy az anyai ágú öröklődés lehet vizsgálni a mitokondriális DNS-sel, az apai ágú öröklődést az Y-kromoszómával, és ezért azt kell mondanom, hogy az egész történelem tudomány megújítja most a genetika, hiszen ugye írás végül is van 3000-4000 év óta, akkor sem mindig az igazat írták, ráadásul ugye előtte nincsenek is igazából történeti adatok, és most ez a genetikai kutatás fantasztikus eredményeket hoz az ember származását tekintve, bizonyos nemzetek eredetét tekintve, és ugye azt gondolta az ember, hogy na, hát ha ez segítségül hívható, és akkor az derült ki, hogy nem. Vagyis az derült ki, hogy nincsenek magyar gének. Vagyis, hogy itt Közép-Európában, utálom ezt a Kelet-Európa meg Közép-Kelet-Európa, én azt gondolom, hogy mi megtanultuk még földrajzban, hogy végül is azért a Visztulától, a Kárpátoktól nyugatra, ott van Közép-Európa, tehát Magyarország feltétlen Közép-Európa, hogy itt Közép-Európában testvérnépek élnek, tehát például a magyarság a génvizsgálatok alapján, most a magyarság alatt értve azt, akit előbb mondtam, nem különíthető el, mondjuk ezt még az emberek nem is veszik rossz néven, mondjuk a bajoroktól, meg az osztrákoktól, az már lehet, hogy nem mindenkinek annyira tetszik, hogy mondjuk a szlovákoktól, és a románoktól, és a szerbektől. A rokonait nem tudja megválogatni. És a horvátoktól. Persze nekem az üzenetem más lenne, hogy tényleg olyan jó lenne felismerni, hogy itt 1000 év óta, itt a Kárpát-medencében, ez egy ilyen közlekedési gócpont volt itten. Nyugatról jöttek, északról jöttek, délről jöttek, keletről jöttek, állandóan keveredtek, ami nem volt nagyon jó. De genetikai szempontból ez tény, és hogy itt testvérnépek élnek. Tehát a magyarságot nem lehet definiálni genetikai alapon. Egyébként van olyan nép, akit lehet, hiszen azért ma már különösen, igen, tudom, hogy persze mondjuk 100 év a genetika szempontjából nem nagy idő, de hát hol vannak még olyan zárványok, aki egy nép, azt mondhatjuk, hogy nincs? Mondjuk, hogy mondjam, nem lehet. Tehát ha most azt kell mondanom, hogy igen vagy nem, akkor nem. De azért, részletesebben. Igen, igen. Szóval például mondjuk a finnek.
ugye, akik onnan 6000 évvel ezelőtt Uralból elmentek oda északra, és ott egy ilyen nagyon izoláltan éltek, mert ez egy olyan terület volt, hogy senkinek se kellett, hideg volt meg. Sötét. Egyéb, és ott egymás között azért beltenyészetben éltek, hogy például azért a finneknek azért egy elég jellegzetes génállománya van, de megint csak azt kell mondani, hogy a finnek sem különíthetők el, mondjuk az európai embertől, de többé-kevésbé. Ugye, és például, ami azt gondolom az emberek számára nagy meglepetés, ugye, mert ha most ide leültetünk egy afrikai származásút, egy fekete bőrű embert, nem szabad kimondani, ahogy régen neveztük őket, leültetünk egy keleti embert, egy sárga bőrűt, és mondjuk egy európai fehéret, akkor mindenki azt fogja mondani, hát ugye a szemállás, a bőrszín alapján, hogy micsoda drasztikus különbségek vannak. És például a génekben ezek nincsenek meg. Szóval a génekben valami olyan minimális a különbség, hogy érdekes módon a külső környezethez való alkalmazkodásban, a külső jellegekben sokkal drasztikusabbak a különbségek, mint a génállományban. Tehát azért nagyon jó a kérdése, hogy hát igen, nincs olyan nép, akit genetikailag lehetne meghatározni, de azért bizonyos népcsoportok, akik a történelmi sajátosságokból kifolyólag, mondjuk beltenyészetben éltek, izoláltan éltek, azok azért bizonyos fokig a nagyszámok törvénye alapján azért meghatározhatók. Mikor ennek a könyvnek nekikezdett, ugye ez már a második kiadás, igen, talán igen, az első 990 környékén jelent meg, 89-90-ben. Nem voltak, akik óvták, vagy mikor a vizsgálatok a zenek alapján szóval a vizsgálatokat végezték, hogy hát biztos ez arra szolgál, hogy bebizonyítsa, hogy hát a magyarok, vagy az európaiak, vagy valaki genetikailag jobbak, okosabbak, tehetségesebbek, mint mások, vagy éppen tehetségtelenebbek. Tehát, hogy valami praktikus eredményt, ilyen típusú praktikus eredményt is akarnak kimutatni. Most azért hagyd mondjam azt, és bízom abban, hogy ezt mindenki megérti, hogy mondjuk azért egy értelmes ember nem tételez föl ma már ilyet, hogy itt vannak magasabb rendű, meg alacsonyabb rendű. Szóval ez nem. Szóval ettől nem féltettek. Amitől inkább féltettek, hogy ez azért sokakban kiábrándulást jelentett, hogy hát igazából a magyarság nem jelent egy genetikai specifikumot. Mert azért sokan örültek volna. Bár akik ezt mondták, azok nem olvasták el a magyar történelmet, azok keveset tudhatók, mert tudták volna, hogy volt tatár, mongol, ugye török, igen, osztrák, orosz, mindenféle jöttek, mentek, és a magyarok is kalandoztak. Így van. Tehát ez ma megint csak azt kell mondanom, a gondolkodó ember számára ez nem meglepő, de amiért mondjuk kritikát kaptam, az ez volt, hogy mondjam, egy hitet én kiölök az emberekből, hogy mi magyarok, kicsit mások vagyunk, aminek megint vannak, ugye, mert ilyenkor az ember azért megtanulja a történelmet, hogy mondjuk a két világháború között éppen a jó magyar értelmiség, tehát a Babics, a Szegfű, a Kodály, ugye azok például kiadtak egy ilyen könyvet, hogy ki a magyar, mi a magyar, mert ugye akkor ők azt érezték, azt hiszem joggal, hogy itt van nyugatra az a náci Németország, keletre ott van a bolsevik Szovjetunió, és hát ugye ezekkel ők nem szerettek volna közösködni, és hogy ők valami ilyesmit mondtak, hogy mi magyarok itt egyedül mások vagyunk, mint ezek. Aminek még voltak ilyen antropológiai alapjai is, ugye, mert az antropológusok, az embertanászok a koponyát nézték, meg a csontokat, meg egyebeket, és ennek alapján ők próbáltak olyan konklúzióra jutni, hogy ez a magyar, ez egy ilyen turáni nép, ez tényleg van benne keleti, meg van benne nyugati, de eltér mind a nyugatitól, mind a keletitől. Nem akarom megbántani az antropológusokat, de ma már tudjuk, hogy ezek a csontok sokat azért nem érnek. Ugye, mert a csont az egy külső jelleg. Na most a külső jellegeinket rettentően befolyásolják a fogantatástól ható külső hatások. Eleve például ugye a csontok alakja, formája, az már eleve sok gén által meghatározott. Na most aztán, hogy milyen a méhen belül fejlődés, milyen volt a táplálkozás, voltak-e betegségek, ezek rettentően befolyásolják. Tehát ezért azt kell mondanom, hogy ma már ezeket a külső jellegeket, amit ugye még a hitlerék hogy szerettek, hogy nézték a koponyát, meg mindenfajta egyebeket, hát ezek már idejét múltak, ennél a genetika sokkal többet tud, és hát a genetika bizony azt igazolja, hogy mi nem tudjuk alátámasztani, hogy mi magyarok
Most én mondom magyar, mert tudnék, hogy az apám azért az egy száz cipszer volt, és hát azért azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, és elkezdi mindenki itt magába nézni a családfáját, akkor azért akik itt ma Magyarországon élnek, ahogy én ezt vidéken hallottam, mert a többség az így gyűjtment, szóval nem Árpáddal jöttek ide be, hanem hát... Ezt már József Attila is megírta többek között. Igen, így van, milyen szépen. Tehát, hogy végül is ezt kell megérteni, hogy mi itt egy közép-európai nép vagyunk, és itt egyetlen, emlékszem, és sosem fogom elfelejteni, mert Szlovákiába sokszor hívtak előadni, és egyszer Érsekújváron, pont ez valamikor 91-ben lehetett, kértek, hogy erről beszéljek, és amikor én oda jutottam, hogy viszont a magyarságnak az azért egy jellegzetessége, hogy kevertebb, mint bizonyos más népek. Amit megint könnyű megérteni, ugye, mert már elmesélte, ugye, hogy kik mindenek jöttek, mentek. Kiket hívtunk, kiket nem hívtunk, de maradtak. Szóval itt egy állandó génkeveredés volt. És amikor én erről beszéltem, akkor ugye első sorba ült egy ilyen szép őszhajú magyar úr, és felszólt nekem, hogy doktor úr, csak nem azt akarja mondani, hogy mi korcsok vagyunk, ugye, mert hát a kutya szinten valószínűleg a genetikai keveredés azt jelenti, hogy korcs. Csak olyan zavarba jöttem, mert hát persze, hogy nem korcs. Mi a genetikában ugye azt mondjuk, hogyha elképzeljük a kromoszómákat, ugye a kromoszómákban mindig génpárok vannak, és hogy a génpár azonos vagy eltér. Hogyha azonos, az a homozigóta, ha eltér, a heterozigóta. Mi ezt egy indexbe tudjuk kifejezni, és a magyarságnak ez a kevertsége, ez nagyon jelentős. Ami a történelem ismeretében teljesen természetes. Most csak a kérdés az, hogy ez jó vagy rossz. Na most a genetikus számára feltétlenül jó. Mert azért ezt most hagyd mondjam el, hogy az idősebb generáció tudatában még itt van ez a hülye hitleri mákony. Mert ugye ez a hitleri mákony beszél valami vértisztaságról, ami hát a géntisztaságot jelenti, hogy az a jó, hogyha a népesség nem keveredik másokkal, hanem föntartja a faj, ez is egy baromság, ugye, mert az emberiség egy faj, tehát amit az egész hitleri ideológia is sugal, és most meg ne bántsam, de azért a magyar újságírók még mindig ezt használják, ami azért egy teljesen idejét múlt dolog. Ugye, mert ha most egy fajüldözésről beszélünk, akkor mondjuk én akkor vagyok fajüldöző, ha agyon ütök egy legyet. Hát a különböző szakmákban talán a szavak néha más jelentenek. Igen, de azért valahogy úgy gondolnám, hogy ahogy egy gondolom, egy írástudó újságíró mondjuk elvárja tőlem, hogy azért legyek tisztában bizonyos alapfogalmakkal, én azért sokszor hiszem, hogy az újságíróktól is el lehetne várni azért, hogy a természettudomány alapfogalmaival legyenek tisztában, és mondjuk nem olyan nehéz most a faj ideológia helyett mondjuk rasszizmust mondani, mert az a helyes, ugye, mert az emberiségnek a fő fajai azok rasszok, és azok nem fajok. Tehát most visszatérve, amit mondani akartam, hogy tényleg, ha megnézzük a különböző népességeket, akkor ez a genetikai kevertség eltér, és a magyar nagyon kevert, de ez nagyon jó. Ez nagyon jó, mert minden állattenyésztő és minden növénynemesítő tudja, hogy az úgynevezett hibrid vigor, tehát a kevertségből adódó életerő, az nagyon fontos. Tehát ilyen alapon mi Európa legegészségesebb népe lehetnénk, és nekem mondjuk ennek a könyvnek az egyik szomorú üzenete, hogy nem vagyunk méltóak a génjeinkhez. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy mennyire lehet elválasztani az örökletes tulajdonságokat a körülményektől, amelyek aztán hatással vannak ránk. Ugye az, ha tényleg eljük a génjeink, akkor sokkal nehezebb megmagyarázni, hogy miért van az, hogy a magyarok várható átlagos élettartama Európában a legalacsonyabbak közé tartozik. Igen, mi vagyunk Európa beteg nemzete. Miközben hát a biológiai meghatározottság az sokkal többre predesztinál. Ez egyébként azt jelenti, ha mondjuk egy magyar, most maradjunk, ne definiáljuk tovább a szolgálmat, nem Magyarországon él, hanem mondjuk egy olyan országból tisztább a levegő, jobb az orvosi ellátás, és nem tudom, milyen az étkezési szokások egészségesebbek, akkor rögtön élvezheti ezt a genetikai előnyt, hogy mondjuk 10 évvel tovább fog élni, 15 évvel, ilyen kutatások folytak valaha? Most mondjuk a 10 év a sok, de mondjuk 7-8 év. Nagyon fontos, hogy hány éves korában megy el. Ugye, mert mondjuk az 56-osok, akik felnőtt, esetleg késő felnőtt korukba mentek, azok már vitték azért magukkal azért a magyar sorsot. Biztos, hogy akik már ott fiatalok voltak, ott születtek, hogy azok
azok biztos hosszabb ideig éltek, mert megint csak azt kell mondanom, ugyanaz élettartamban van genetikai meghatározottság, bizonyára tudja, hogy vannak családok, ahol 90-100 évig élnek, és tényleg vannak családok, ahol hamarabb meghalnak, tehát ebben van valami genetika, de a döntő tényező azért az életmód, hogy milyen körülmények között élnek, és itt most nekem erről az jut eszembe, hogy például a magyar emberek hogy elviszik magukkal a kulturális gyökereiket. Mert amikor először, ez olyan 10-12 éve volt, hogy Amerikában úgy csinálták a népszámlálást, hogy arra is kitértek, hogy ki honnan jön. És akkor ugye akkor derült ki, hogy hát hány százezer magyar él az Egyesült Államokban, és akkor rögtön kiderült, hogy például a magyarok között volt a leggyakoribb az öngyilkosság. Ugye, és ez egy furcsa sajátos... Miközben Magyarországon tudjuk, hogy főleg egy részében nagyon... A 70-es, 80-as években mi vezettük a világranglistát. Nagyon. Mert 100 ezer ember, 46-48 halálozás volt. Szégyen volt, mert a mögöttünk lévő második finnek azok 31. Tehát utca-osszal vezettünk. Hát most már nagyon büszkék lehetünk, mert most már nem vagyunk elsők. Most már az oroszok az elsők. Ennek is megvan a maga története természetesen. De ezzel azt akarom mondani, hogy ez egy furcsa dolog volt, hogy azért ezt a kulturális hagyományt például elvitték magukkal a magyarok, és ahogy a határon túl is, hogyha most megnézzük Szlovákiát, vagy Szerbiát, vagy Romániát, ott is mindig a magyaroknál a legmagasabb az öngyilkossági gyakoriság, ami megint nem genetika. Nem genetika, szóval nincsenek olyan gének bennünk, amelyeket mondjuk öngyilkosságra hajlamosítanánk. Jó, a depresszió, ugye, meg ezek a szélsőséges kedély állapotok biztos jelentenek valamit, de ez egy nagyon-nagyon erős kulturális beidegződés. Ez egy nagyon furcsa dolog, hogy ugye amikor itt előbb mondta, hogy a környezet és a genetika, akkor mindig arra kell gondolnunk, hogy ugye az öröklődés alatt általában azt értjük, hogy mondjuk az én gyerekeim azok jobban hasonlítanak hozzám, mint másokhoz. De miért hasonlítanak jobban hozzám? Mert egyrészt ugye átadtam a gényeim 50%-a benne van a gyerekeimben, de ők végül is egy olyan családban nőttek föl, ahol automatikusan átvették a mintát, ugye ez a bevésődés, amely a gyermekkorban jön, és aztán természetesen neveltem, oktattam őket, ami megint csak ugye mind ugyanabba az irányba visz. És például az öngyilkosság esetében ez a bevésődés a leglényegesebb. Magyarországon se egyenletesen oszlik meg. Nem, igen, így van. Ugye a dél-kelet Magyarországon sok évig, nem tudom most, hogy van, sokkal több volt az öngyilkosság. A viharsarok volt a csúcs. Ugye Csongrád, Békés, ezek a részek voltak. És a katonasságnál megnézték még, amikor még volt magyar sorkatonasság, hogy azok a fiatalok, akik elkerültek ugye mindenfelé az országban, ugyanúgy azok, akik erről a területről származtak, vagy ezekről a területekről származtak, azok között szignifikánsan, tehát jellemzően magasabb volt az öngyilkosság. Szóval erre, nem tudom, Dürkheim nevét ismeri egy nagy francia szociológus. Hát ő a társadalmi válságokkal köti össze. Ez azt mondja, hogy ha nagy a baj, akkor kevésbé lesznek öngyilkosak az emberek. Na jó, ez most egy érdekes dolog. Nem ezt akartam mondani, mert most van ilyen vicc, ugye, hogy mostanában miért csökkent Magyarországon az öngyilkosság. Mert a vicc azt mondja, hogy amikor az emberek rájöttek, hogy éhen is lehet halni, hát akkor már nem lesznek öngyilkosak. De a Dürkheimnek van azért az öngyilkosságról egy könyve, ami nagyon-nagyon fontos. Ő leírja, hogy ez ugye azt hiszem a múlt század 60-70-es éveiben egy idősek menhelyébe egy idős ember lement az alaksorba és felakasztotta magát, mert bevert egy kampót a falba és felakasztotta magát. Nem emlékszem a számra, de 2 héten belül vagy 15-en még. És akkor kihívták a Dürkheimet, hogy de itt valami járvány, ragály van, az öngyilkosság ragálya, és akkor a Dürkheim egy kicsit gondolkodott, és azt mondta, hogy ki kéne venni azt a kampót. Kivették a kampót, és megszűnt a ragály. Na most ez egy furcsa dolog, mert mi magyarok, mi szégyeljük az öngyilkosságot, ugye? Hát ön tudja, mint újságíró, hogy ezt le se írják az újságba. Tragikus hirtelenséggel, van egy kódunk. Tragikus hirtelenség elhunyt, ez azt jelenti, hogy öngyilkos lett. Le se merjük írni. Nálunk ez szégyen. Japánoknál dicsőség, ők a 18-ak a világranglistán. Nálunk szégyen, volt sokáig, most is, csak azt akartam, hogy sokáig világelsők voltunk, és mégis mit csináljuk? Tehát valahol a mi tudat alattinkba bevertek egy ilyen kampót. Ugye, mert azért a gentry, ha elkártyázta a vagyonát, akkor illet, hogy főbelője magát. Az öreg parasztember, amikor rájött, hogy már nem férfi, akkor kiment az istálóba, aztán felakasztotta magát. Szóval furcsa dolgok, hogy ezek így kulturálisan öröklődnek, de nagyon fontos ezt is hangsúlyozni, hogy ennek semmi köze a genetikához. Tehát ezen lehetne változtatni, és hát én nagyon bízom abba, hogy például azzal, hogy bejöttek a depresszió ellenes hatékony gyógyszerek, hogy azért Magyarországon is jelentősen csökken.
Szóval, hogy valószínűleg abban, hogy milyenek vagyunk, amiről beszéltünk, a kulturális vagy a társadalmi hatás alapvető fontosságú. Sokkal fontosabb. Nyilván az sem mindegy, hogy valaki kicsi vagy nagy, vagy kövér, vagy, de hát ebben is a környezetnek van szerepe, fölteszem. Így van. Van. Kicsit van, de megint csak azt kell mondanom, hogy végül is ugye a sportban ez egy nagyon sportszerű dolog, hogy hát a könnyű súlyúak azok egymással boxolnak, és a nehéz súlyúak egymással. Na most mivel ma azt gondolom egy modern társadalomban azért a fizikai adottságok nem meghatározóak. Itt az értelmi adottságok, a szellemi adottságok a meghatározóbbak, ott pedig hát ennek semmi köze egymáshoz. Ha már a szellemi adottságokról beszél, ugye a könyvben kész bemutat egy táblázatot, hogy ugye egy elég bonyolult számítási mód, és biztos, hogy sok vitatható pontja is a menet, hogy melyik ország hány zsenit adott a világnak, amit úgy elfogadnak. És hát a magyar az nagyon, nagyon kevés, hát arányosan jóval kevesebb, mint talán a listavezető Ausztria, ahol azt hiszem, hogy 1 millióra 3,5. Jött, és hát Magyarországon a 0,3. Csak 9 gyakori. Jóval kevesebb, miközben hát a földrajzi viszonyok nagyjából ugyanazok, a társadalmi viszonyok között sincs olyan hihetetlen nagy különbség. Igen. Na most ez nekem ugye megint azért fontos, és előbb ugye mondta, hogy mitől félt, tettek, vagy miért kritizálnak. Hát például ezért kritizálnak, mert azért legyünk őszinték, vezető politikusok így szokták döngetni a mellüket, hogy nekünk van a legtöbb Nobel-díjasunk, meg hogy a magyar az micsoda nagyon-nagyon tehetséges talentum. Nem szeretem ugyan, a tehetség az a potenciát jelenti, tehát a valóra váltott tehetség az a talentum. A reformkorban ezt tudták, mostanában erről megfeledkeznek. Tehát, hogy a magyar milyen talentumos. Persze, a magyar is talentumos, de azért legyünk őszinték, minden nép talentumos, megint a genetika nekünk azt tanítja, hogy potenciálisan minden nép egyenlő értékű, és ha a társadalmi teljesítményben mégis van különbség, akkor az a társadalomtól függ. Tehát az Amerika, most macska körömben nem azért Amerika, mert az ott élőknek jobbak lennének a génjei. Kimondok egy kényes dolgot, ugye a 9 magyar vagy magyar származású Nobel-díjas közül 6 zsidó származású. És viszonylag kevés kapta egyébként magyarországi teljesítményéért a Nobel-díjat. Így van, de ebben még csak azt akarom mondani, bár nekem izraeli kollégáim ezt egyszer-egyszer megkérdőjelezték, hogy nem hiszem, hogy a zsidóságnak jobb a génállománya, hanem csak valahogy ők jobban megtanulták azt, hogy a meglévő adottságokat hogy lehet jobban valóra váltani. Ugye, mert azért a zsidó kultúrának az a tanítása, hogy a tudás a legfontosabb, hogy egy szülő azzal teheti a legtöbb jót a gyerekének, ha a legjobb iskolába járatja minden áron, mert nekem nagyon szép példa, hogy a Szilárd Leó nagyszülei istentelen szegények voltak, és éheztek, de a gyereküket már egyetemre járatták Bécsbe. Na most ez a zsidó kultúrának egy óriási pozitívuma, ez a tudás vágy és a tudás fejlesztése. Amerika meg ugye behozta a szabad versenyt, hogy ott nem számított, hogy kékvérű valaki, vagy éppen rab, ha valami nagyot csinált, akkor lett belőle Ford. Azt mondta egy amerikai barátom, hogy szerintem biztos van ebben a genetikának szerepe, mert akik a Mayflower és a következő években azért nekivágtak egy ilyen kalandnak, amikor az utasok egyharmada meghalt, mire odaért, azok igazán kalandvágyú emberek lehettek, úgyhogy szerintem biztos, hogy ott a kalandvágyú emberek, főleg a korábbi évszázadokban kalandvágyú emberek jöttek össze, igen, ami persze lehet egy kulturális típusú kalandvágy, nem feltétlenül genetikai, de hogy a lusták otthon maradtak. Igen, nem tudom, ezt ismeri ezt az elméletet, mert az is egy furcsa dolog azért, hogyha mondjuk megnézzük a 100 méteres olimpiai síkfutás döntőjét, ott azért feketék szoktak lenni. És általában a fizikai teljesítménynél ott azért a feketék nagyon jók. És ugye ugyanez két magyarázat van erre. Az egyik, amit ön mondott, hogy amikor szegényeket ugye Afrikából rabszolgaként átvitték az óceánon, hát ott a 30%-uk elpusztult már a hajón. Tehát ugye akkor kik éltek túl, akik már eleve ellenállóbbak voltak, és később is mind rabszolgák, ugye mindig a fizikai erő irányába válogatódtak ki. És hogy ez látszana meg rajtuk, hogy milyen jó a mozgásuk, milyen jó táncolnak, milyen jól futnak, milyen jó kosárlabdáznak. Szóval biztos, hogy ezek nagyon lényeges tényezők. Vagy lehet, hogy egy fekete embernek nagyobb kitörés lehet a sport, ugye kulturálisan, vagy társadalmilag, mint valakinek, akinek hát sokkal több lehetősége. Hát erre mondjuk a magyar futballt elég megemlíteni, ugye, hogy gondolom az 50-es években tényleg hát mondjuk egy magyarnak tényleg a sport siker jelentette a legnagyobb lehetőséget arra, hogy kitörjön. Én meg vagyok győződve, hogy
most is itt vannak a puskások, a kocsisok, a hidegkutik, most is itt vannak a gyerekek között, csak nem veszik észre, nem fejlesztik, nincs meg ez a társadalmi kiválogatódási trend, mert megint csak genetikai szempontból minden generációban a potenciális tehetségeknek ugyanaz az aránya várható. Biztos az is viszonylag kényes kérdés, hogy ugye a magyarországi cigányok, cigány gyerekeknek egy nagyon tekintélyes részét ilyen, nem kisegítő iskolákba, kisegítő osztályokba küldik, mert azt mondják, hogy ők ennél jobbak. Most persze nyilván itt is egy nagyon erős kulturális nyomás van, szokások, a szegénység, számtalan oka lehet, de föl lehet tenni ilyen kérdést egyáltalán, hogy lehet ennek genetikai oka is? Föl lehet tenni, és egyértelműen meg lehet válaszolni, hogy a cigány népesség genetikailag semmivel sem rosszabb, mint a nem cigány népesség. Egyértelműen. Szóval azért nagyon sok cigány vizsgálat van ebben a könyvben, ami ezt egyértelműen igazolja. Mondjuk egyetlen gyenge pont van, így genetikai szempontból, hogy míg a nem cigány magyar népességben, mondjuk például az unokatestvérházasság, az nagyon ritka, 0,3%, a cigány közösségekben ez 2,20%. Na most az unokatestvérházasság ugyan nem jelent nagy kockázatot, de azért mégiscsak kihozhatja, mert minden ember, ugye 25 ezer génünk van, és mindannyian hordozunk körülbelül 5 hibás gént, de ez lappang, mert a másik 5 gén elnyomja. De ha véletlen két olyan ember találkozik össze, akinek közös őse van, akkor nagyobb az esetőség, hogy összetalálkoznak, de nem. Szóval a cigányok, a romák esetében kimondhatjuk, hogy ők genetikailag ugyanolyan értékes emberek, mint a nem cigányok. Csak ön most azt említette, hogy kultúra, de például itt bejön megint egy nagyon fontos dolog. Én ugye most mondok olyanokat, amiket én magam nem kutattam, de tanultam. Hogy míg ugye a zsidó kultúra az egy írott kultúra. 3500 éve tudnak írni. Ezzel szemben a cigány kultúra az egy orális kultúra. Gyönyörűen énekelnek, táncolnak, beszélnek, mesélnek, csak még azt nem értették meg, hogy az európai kultúra alapja az írás-olvasás. Az írás-olvasás meg az iskola. Szóval itt van a gond, hogy a cigány kultúrából nem következik az, ami az európai kultúrából, hogy a gyereküknek azzal tudják a legnagyobb jót adni, hogyha kijáratják az iskolát, és hogy jó iskolába járatják. Mert ugye bejön a szegénység, természetesen bejön a, hogy nem, esetleg nem tudnak jól magyarul. Legyünk őszinték, szoktunk antiszemitizmusról beszélni, szerintem van antiromanizmus, nem tudom, hogy kéne ezt hívni, hogy anticiganizmus, ez a rosszul hangzik, de sajnos mondjuk ki, van, és azért nem akarom a pedagógusokat bántani, de az az érzésem, hogy egy kreolbőrű gyereket azért könnyebben is küldenek a kisegítőiskolába. Most persze ennek van magyarázata is, pedagógusok mondták nekem, hogy végül is egy kisegítőiskolában jóval kisebb az osztálylétszám, tehát a pedagógus, speciális felkészültségű pedagógus többet foglalkozik a gyerekkel, mint egy szokványos iskolában. Csak baj, azért ritka, hogy kisegítőiskolában valaki mondjuk egy gimnáziumba menjen, ez a baj, és aztán elakad az egész. Magyarországon nincs nagyon visszaút, ez a baj. Nekem erről mindig eszembe jut, ezt nem tudom, hogy tudja, hogy Picasso az értelmi fogyatékos volt, mert egy szülési sérüléssel jött a világra, és 10 éves koráig nem tudott megtanulni írni, olvasni. Később is. Lehet, hogy azért rajzol. De az már 3-4 éves korban kiderült, hogy fantasztikusan rajzolt. Csak ezzel azt akartam mondani, hogy ha mondjuk egy Picasso most Magyarországon születik, és 10 éves koráig nem tud megtanulni, írni, olvasni, úgy bevágják egy egészségügyi gyerek otthonba, és hogy egy egészségügyi gyerek otthonból neki lett volna esélye arra, hogy Picasso legyen belőle, mert hogy egy specifikus tehetségszférába istentelen jó volt, vannak rossz érzéseim. Magam úgy persze ez is egyet, hogyha romákra, cigányokra azt mondják, hogy na hát ők nagyon tehetségesen zenélnek, táncolnak, énekelnek, tessék táncolni, zenélni, énekelni, és nem foglalkozni az atomfizikával pedig. Hát, nem, ez megint nem igaz. Ez megint nem igaz, ugye Liszt Ferenc is ezt itt, van egy könyve ugye Liszt Ferencnek, hogy ő, hát a cigányok ugye a zenébe jók, abba tehetségesek, biztos a genetika, nem. Ők valószínűleg ugyanolyan jók másban is, csak az ő kultúrájukból csak ez jön ki. Mert ugye, hát ez nekik egy ilyen hagyományos foglalkozás, és abban meg tudják mutatni. Hogyha egyszer majd lesz egy jó cigány értelmiség, akkor ki fog derülni, hogy fantasztikus atomfizikusok is lehetnek. Mindig azt mondtam, hogy szoktam mondani a barátaimnak, hogy majd akkor oldódik meg a cigány probléma, amikor meg lesz az első cigány Nobel-díjas.
Igen, bár ez tényleg már társadalmi probléma, és nem, semmiképpen nem a genetikai. De nagyon fontos, mert azért én félek, hogy hogyha egy népszavazást csinálnánk, akkor ma Magyarországon az emberek többsége azt mondaná, hogy a cigányok genetikailag nem teljesen ugyanolyan jók, mint a nem cigányok. Én félek, mert azért így a hétköznapi életben hallok ilyen véleményeket. Szóval azért érdemes azért ezt hangsúlyozni, hogy ahogy nem hiszem, hogy a zsidók jobbak lennének genetikailag, pedig társadalmilag jobban teljesítenek, ugyanúgy biztos vagyok benne, hogy a cigányok semmivel sem rosszabbak genetikailag, bár egyelőre ki kell mondani, hogy a társadalmi teljesítményük elmarad az átlagostól. Nem tudom képzelni, hogy akik azt gondolják, amit ön mondott, azok a saját lelkiismeretüket is próbálják nyugtatni. Nem mi tehetünk arról, hogy a cigányok szegényebbek, rosszabb körülmények között élnek, nem olyan iskolázottak, hanem hát a sajnos a genetika akkor az adottságaik ilyenek, és akkor már sokkal kevésbé izgatja magát, hogy igen, ez a társadalom. És ez meg, már itt egyfolytában dicsérem önt, hogy milyen jó kérdéseket teszel, és most ne haragudjon értem már. Elviselem. Ez csak úgy megint nekem azért fontos, mert megint csak, ha én emberekkel beszélek, és kiderül valamiről, hogy genetikai eredetű, akkor úgy sokakban azt érzem, hogy azt mondják, hogy Jézus Mária, hát akkor megette a fene. Mert hogy a gén az a végzet. Most ez egy teljesen idejétmúlt dolog, ugye? Hát a gének azok csak a lehetőség határainkat mondják meg, és még azok a ritka betegségek, amik 100%-osan genetikailag meghatározottak, nem tudom, emlékszik-e, volt egy ilyen könyv, hogy Virágot Algernonnak, igen, a Charlie film, igen, ugye az a fenilketonúria, az egy értelmi fogyatékosság, amit gén okoz. Abban a pillanatban, hogy megértettük a gént, ki tudtuk javítani. Mert ma minden gyereknek megbökik a kis talpát, egy csepp vért beszállítva elküldenek egy laboratóriumba, és hogyha kiderül, hogy ez a génjük nem jó, akkor egy bizonyos ideig olyan táplálékot kell fogyasztaniuk, amiben nincs egy aminosav. És nem lesznek értelmi fogyatékosok. Vagy ugye itt van a nyitott gerinc, hát ugye ez az én fő kutatásom volt, azt is tudjuk, hogy egy bizonyos génre vezethető vissza, mert nem tudjuk méregtelenteni a homocisztet. Megértettük, itt a magzatvédő vitamin is meg van oldva. Tehát ha a gén abszolút nem azt jelenti, hogy a végzet, hanem ha értjük a bennünk lévő tervrajzot, értjük ezt a hajlamot, akkor már nem elszenvedői lehetünk az életünknek, hanem aktív irányítói. És ez a genetikának a gyönyörűsége, tehát, hogy nem egy determinizmus, nem egy végzetszerűséget, hanem éppen az emberi szabad akaratot és a szabad cselekvési lehetőséget biztosítja számunkra. És ezért kellene jobban érteni a genetikát, mert azért legyünk őszinték az, hogy mondjuk valaki cigarettázik, abban semmi genetika nincs, és mégis milyen nehezen tudnak mondjuk egy erős dohányos leszokni a cigarettáról, pedig abban aztán semmi nincs. De ugyanakkor, amit a gének határoznak meg, és megértjük a mechanizmust, akkor nagyon jó esélyünk van, hogy kivédjük. Ezről én is hozzá példákat, hogy például bizonyos betegségek, bizonyos nemzetiségi csoportokban több van, vagy kevesebb van. Tehát az ilyen kutatásoknak az is lehet az eredménye, hogy azt lehet nézni. Nem tudom idézni ezeket a betegségeket. De Schaffer, például ez egy, mondjuk azért egy, ugye, ez három orvos neve, és még azért is haragszom, mert még a magyar orvosok is se teszik oda a harmadik helyre a Schaffert, mert az egy magyar orvos volt, pedig tulajdonképpen ő fejtette meg. Ez egy olyan génhibára vezethető vissza, amely miatt a zsíranyagcsere elromlik. Ugye az idegrostoknak is kell egy szigetelő, mert ugye, hogyha egymás mellett mennek és nincsenek szigetelve, akkor nagy baj van, és akkor ez a mielin hiányzik, erre a Schaffer Károly jött rá. Egészen a második világháborúig mindig úgy is hívták, ez három orvos neve Tészak Schaffer, csak azóta az amerikaiak dominálnak, azok meg európai szakirodalmat nem olvasnak, és csak Tészak, és haragszom a magyar orvosokra, hogy ők is Tészaknak hívják. És ugye ez például minden 22. zsidó hordozza ezt a gént. Amit olyan rettentő nehéz volt megérteni, hogy dúsulhat föl egy gén, és ugye akkor megint bejött az, hogy hát ugye megint a zsidó kultúrára jellemző, hogy egymás között házasodnak, ugye azért viszonylag kisebb közösségek voltak, és azért a zsidó vallás előírja, hogy egy zsidó asszony csak zsidó férfitől nem szed gyermeket. Másodszorra bejött az antiszemitizmus. Szent László azt hiszem 1082-be hozta azt a törvényt, hogy keresztény nem házasodhat zsidóval, és ezt csak Ferenc József 1896-ba oldotta föl. Tehát ugye két tendencia is volt, hogy miért kellett, hogy egymás között házasodjanak. Na most emiatt az egymás közi házasodás miatt feldúsult,
de ez még mindig nem lenne elég, és itt jön be egy rettentő érdekes dolog. Tehát végül is három fajta ember van, akinek ezen a kromoszómáján két rossz génje van, az meghal ebbe a betegségbe. Akkor van, akinek két jó génje van, de ugye a régi világban a fertőző betegségek rettentő gyakoriak voltak, különösen a TBC. Nagyon sokan meghaltak ebbe. Viszont aki egy gént hordozott, az védett volt a TBC-vel szemben. Most nem tudom, ez egy írtó érdekes dolog, ugye? Mert ha két rossz génem volt, akkor meghaltam Tészák-Schafferbe, ha jó génjeim voltak, meghaltam TBC-be, de ha egy rossz génem volt, az megvédett a TBC-től, és nem haltam meg Tészákban, mert egészséges voltam. Tehát így, viszont tovább örökítette. Igen, és most ez azért jutott eszembe, mert ez volt az az első betegség, amit az Egyesült Államokban az egész lakosságot leszűrték, szóval innen tudom, hogy az Egyesült Államokban 6.140.000 zsidó élt akkor, és hát itt megint bejön a zsidó kultúrának egy nagyon fontos dolga, hogy például a zsidók sokkal egészségesebben élnek. Tehát például az ilyen megelőző... Ez zsidója válogatja. Jó, hát én most csak azt tudom, általában lehet, biztos. Igen, én is Magyarországon el tudom képzelni. De azért ez egy érdekes dolog, hogy gyakrabban mennek orvoshoz, az ilyen megelőzési programokban sokkal inkább részt vesznek, és ez volt a világon az első olyan megelőzési program, hogy mindenkit az Egyesült Államokban, minden zsidót leszűrtek, és akkor mindenki tudta, hogy hordozza ezt a gént, vagy nem. Ami persze elég nagy konfliktus volt, mert most azért gondolja, hogy egy fiatal ember még, de mondjuk beleszeret egy asszonyba, és akkor rájönnek, hogy Jézus Mária, ugyanazt a gént hordozzuk. Ugye akkor ez azt jelenti, hogy a gyerekben 25% az esély, hogy ez a betegség megjelenik. Na de hát akkor ott van a magzati diagnosztika, akkor lehet eldönteni, hogy most megtartják, nem tartják. Ez csak azért jutott most így eszembe, mert mutatja, amit ön mondott, hogy igen, bizonyos népességekre, ahogy a finnekre, vannak csak finn betegségek, ahogy az askenázi zsidóknál vannak csak ilyen zsidó betegségek. És akkor, hogy mondjam, mivel ez egy jellegzetesség, akkor egy speciális egészségvédelmi programokat lehet csinálni. De például nincs magyar betegség. Ugye ez megint a mi genetikai keverségünkkel kapcsolatos. Tehát olyan, hogy magyar... Minden betegség magyar. Hát magyar is. Magyar is. Ja, az egy szinte egészen ilyen tudományos, fantasztikus könyvek világát idézi, amit ön ír, hogy az európai férfi népesség 93%-a 10 ősapától származik? Én most látja, erre nem is emlékszem, én csak azt tudom, hogy a magyar férfiak 4 ősapától származik. 93% az 4 ősapától származik. És ez megint egy nagyon érdekes, ugye, mert mi, amikor magyarságba gondolkodunk, akkor mindig az Árpádékra gondolunk. De hát ezek a mostani magyar férfiak, ezek nem az Árpádéktól származnak, ugye ezek azóta jöttek ide be, és ezek a legújabb vizsgálatok, mondom, ez a mitokondriális és az Y, tehát ez egy teljesen új helyzetet teremtett, ugye nem tudom, biztos emlékszik a neandervölgyi emberre, ugye azt mondták, hogy az ember őse. Aztán kiderült, hogy a neandervölgyi nem volt az ember őse, hanem az egy másik ágazat volt, és ők foglalták el Európát. És amikor 100 000 évvel ezelőtt a mi őseink, tehát a modern ember, mert ugye ma azt is kiszámolták, hogy Éva körülbelül 142 000 évvel, Ádám 143 000 évvel élt, úgykor az iskolában ezt mondtam, és akkor egy gyerek felállt, és 1000 év alatt tudtak az egy gyereket csinálni. Igen, ezt is el akartam tenni ezt a kérdést. Mi volt a hiányzó, volt egy boldog 1000 év? Igen, hát plusz-minusz 10 000 a számítási hiba, úgyhogy ez belefért, és ugye 100 000 évvel ezelőtt jöttek el Afrikából, és ez is, amit hittünk, hogy Afrikából jöttek Európában, nem igaz, Ázsiába mentek. És Ázsiából jöttek vissza 40 000 évvel ezelőtt, és itt jön megint, amire nem lehetünk büszkék, 3000 év alatt kiirtották a neandervölgyieket. Tehát Európában itt a neandervölgyiek éltek, megérkeztek a mi őseink. Semmi keveredés nem volt. Semmi. Kiirtották őket. Sajnos ez a Radnóti féle versor, hogy az ember szeret ölni. Ez jellegzetes, és hát akkor foglalták el Európát, és akkor aztán, hogy mostan ugye a magyarok, mert ugye ez valószínűleg ott a Mezopotámiában volt az első nagy népességrobbanás, ugye ott találták ki a földművelést, addig csak gyűjtögettek, vadászgattak, és akkor általában éhen haltak. Amikor éppen tél volt, nem volt ennivaló, éhen haltak, rettentő rövid volt az emberek élettartama, kevés volt a gyerek. Kitalálták a földművelést, meg az állattenyésztés, egy új helyzet volt. Meg lett a
megfelelő táplálkozás, sőt a termékfelesleg, bejön a magántulajdon, ugye letelepednek városok, hadseregek, de egyszer csak jön egy népességrobbanás, és akkor kezdenek szétspriccelni. És valószínűleg a magyarság ősei, ugye akkor mostanában az Árpádék ősei, akkor mehettek el egészen Uralig, és hát ez megint a kutatásoknak, ugye ez egy furcsa eredménye, hogy idáig mondták, hogy mi türkök vagyunk, meg ilyenek, meg olyanok vagyunk. Hát a magyar népesség, az ősi magyar népesség döntően perzsa volt. Perzsa volt. Igaz, hogy 13% a gén az ugor, tehát ottan az Uralnál tényleg kialakult egy ilyen sajátságos keveredés a két nagy rassz között, tehát a keleti és a európai között, de azért mondjuk például a türk rokonság, ami hát benne van a magyar kultúrában, az jelenleg genetikailag nem igazolható. Tehát megint csak azt kell mondanom, hogy ezek a genetikai kutatások az egész magyar őstörténetet majd új megvilágításba fogják helyezni. Azért mondom, hogy fogják, mert azért a mi vizsgálatunk nem volt teljesen alkalmas erre. Tudnék, mi ugye nagyon büszke vagyok. Ugye ez a kutatás a 80-as években kezdődött, mert a németeknek sok pénzük volt. Nem tudom, ugye ismeri ezt a tipikus magyar-német együttműködést, hogy ők adtak 200 000 márkát, mi is adtunk 200 000 forintot. És akkor egy egész jó kutatás lett ebből, ugye akkor 26 génjelet tudtunk megvizsgálni, ez akkor világrekord volt, és innen jönnek ezek az eredmények, csak az a baj, hogy mi nem tudjuk ám a 1000 évvel ezelőtti törököket megnézni, meg a perzsákat, meg a finneket, hanem csak a kortársakat. És hát azt gondolom, hogy a kortárs törökök, azok ugyanolyan messzire vannak azoktól a ős türköktől, mint ahogy mi vagyunk, mondjuk Árpád magyarjaitól. Szóval ez egy gond, és itt lesz majd egy nagy dolog, hogy az akadémia most elkezdte támogatni azokat a kutatásokat, hogy a bizonyítottan honfogláláskori csontokban nézik meg a DNS-t. És ez azért majd nagyon-nagyon fontos lesz. Ez egy alapos konkurenciát teremtett a történettudománynak, hiszen is mondta, hogy amik írásokra, emlékekre hagyatkozik, hát azok kétségesek, ezekkel meg nyilván az értékelése persze sokféle lehet, de nehezebb vitatkozni vele. Igen, mert igen, de azért hagyd mondjam, ennek a könyvnek a bemutatóján azért mondjuk a Glac Ferenc mutatta be, aki azért egy nagyon jó történész, és ő azért nem azt a rossz érzését mondta, hogy na most itt a genetikusok hogy jönnek ehhez, hanem azt mondta, hogy jaj, de jó, mert hogy most egy új oldalról kapnak adatokat, és nyilvánvaló a genetika sem elég, hanem majd a történelem, a nyelvészet, a régészet, meg a genetika együtt fog egy szintézist adni. Tudunk olyat a történelmből, hogy egy nép nyelvet cserélt, persze, kultúrát váltott, persze, nem is keveset, tehát persze, nyilván ezeket a dolgokat együtt, persze, kell, persze, együtt kell értékelni. Ugye most, amikor előbb például beszéltem erről, hogy 40 000 évvel ezelőtt jöttek be a európai ember ősei, ma már lehet tudni, hogy a baszkok, például azok még azok adnak a leszármazottjai, tehát ők valahogy fantasztikus módon meg tudták tartani a identitásukat, ahogy a magyarságon belül a csángók, valami egészen különleges dolog. Tudnék, ugye azért most a csángók, hogy mostan etel közben maradt magyarok-e, vagy pedig IV. Béla a tatárjárás után megcsinálta a keleti határvonalat, és oda kihelyezett katonákat kiváltságokkal, és hogy valószínűleg a csángók az ő leszármazottjaik, de az, hogy a csángók a román kultúra közepette megtudták a katolikus vallásukat, a nyelvüket őrizni, ez valami egész fantasztikus, és egészen biztos, hogy például a csángók génállománya tükrözi leginkább az ősi magyar génállományt. Mert például a mi magyarságunk most alig mutat rokonságot a finnekkel, de a csángók azok nagyon komoly rokonságot mutatnak. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy igen, a történeti kutatások nagyon-nagyon fontosak lesznek. Hát az angolokat most teljesen megrázta. Hát az angolokat úgy mondjuk, hogy angol szászok. Ugye, mert ott volt egy ősi kelta népesség, és akkor jöttek a normanok, meg jöttek a szászok, meg mindenkik, és aztán kiderült, hogy kelták. 70% a jelenlegi angolnak kelta. Tehát az egész angol szász fogalom, ugye, ami azért a kultúránkban benn van, ez nagyon megkérdőjelezhető, mert mindig, és ez megint egy fontos genetikai tanulság, érdekes módon az őslakókat legyőzik, de a génjeik mindig nekik győznek. Szóval ezt olyan nehéz megmagyarázni még, hogy ez miért van így. Mennyire változtatja meg ezeket a viszonyokat a technikai lehetőségek? Felgyorsulás, arra gondolok, hogy még 100 évvel, 200 évvel ezelőtt is egy szomszéd városba elköltözni és a családot alapítani egy nagyobb vállalkozás volt.
mivel ment volna oda. Ma már, mikor repülőgéppel pár úr alatt egy másik kontinensen lehetne, és kulturálisan is, és nyelvileg, és egyre kisebb egy falu lesz a világ, mondják, akkor mikor a genetikusok mikor tudják majd ezt igazolni, hogy tényleg változják? Mikor? Ez már most lehet. Most azért mosolygok magamban, mert 71-ben kaptam egy ösztöndíjat Angliába, és akkor a könyvtárban találtam egy ilyen könyvet Heldén, egy nagy angol genetikus, aki azt írta, hogy a motorkerékpár hatása a genetikára. Ez. Ugye, mert amíg nem volt közlekedési eszköz, addig azért nagyon nehéz volt az egyik faluból átmenni a másikba, mindenki a falun belül házasodott. Már amikor lett motorkerékpár, akkor már el lehetett menni a környékre, aztán jött az autó, jött a repülő, most egy olyan istentelen globális világkeveredés van, tehát ahogy az egységes emberi fajból kialakult a három főrassz, ugye a fehér, a fekete és a sárga, egész, ugye eznek több magyarázata van, a jégkorszak, meg minden egyéb, egészen biztos, hogy néhány száz éven belül újra egy egységes emberiség lesz. Tehát ezzel, hogy megszűnnek a határok, így fejlődik a közlekedés, újra egy ilyen, nem tudom, járt-e Brazíliába, Kubába, szóval ott már úgy látszik, hogy tulajdonképpen ez a három ember fajta újra szépen úgy keveredik, hogy meg ki fog alakulni egy egységes új emberi faj, amiben már nem lesznek ilyen rasszikus eltérések. Tehát biztos, hogy a világ ebbe az irányba halad. Ami nagyon jó, mert végül is ez genetikailag a keveredés. Ez mindenképpen előnyös, tehát ez egészségesebbé tesz minket, és hát ha segít még az emberségünkben is, mert azért az ember tudja legjobban utálni egymást, és hát ha egyszer rájövünk azért, hogy testvérek vagyunk. Igen, de hát az is, amit ön mond, azt hiszem, ez is egy erős kulturális áttörést igényel, hiszen láttunk olyanokat, hogy ugye említett a zsidókat, a cigányokat, a kínai kolóniákat, amik évszázadokon át meg tudnak egy másik kultúrában, egy zárt közösségben maradni. De ez a kivétel azért, szóval általában inkább feloldódás van, de mondjuk ezek a kivételek a nagyon erős kulturális kötődések, meg egyebek, de azt gondolom, szóval a világ biztos, hogy abban az irányba halad, hogy azért újra egy egységes emberiség fog kialakulni. Hát ezt már én biztos nem fogom megélni, de hogy a világ ebbe az irányba halad, és mondom, ez csak üdvözölni lehet. Az ön kutatásaiban nem tudom, mennyire folytatja ezt, hogy mi a következő nagy állomás, amit meg kellene tudni, amire rá kellene jönni, amerre fejlődnie kellene ennek az egésznek? Nem az én, mert hát én azért már leszálló ágon vagyok, és ugye ez is úgy volt, hogy hát az ilyen kutatásokhoz sok pénz kell. Például Szegeden most ilyen régészeti genetikai kutatásokat végeznek. Például egy Kun sírokat tártak föl, és ott a csontokat nézik. Ez megint egy nagyon érdekes. Minden történész biztos volt benne, hogy amikor a kunok ide bejöttek, emlékszik ott a tatárjárás körül, akkor az egy egységes kunság volt, és akkor az egyik részüket letelepítették kis kunságba, a másikat nagy kunságba, és hogy Magyarországon váltak szét. Na most a mi kutatásaink egyértelműen igazolták, hogy két kunni, teljesen különböző kunnépesség volt. Aztán most a történészek mondják, jé, tényleg, mert voltak a fehér kunok, meg a fekete kunok. Tehát ezzel azt akarom csak mondani, hogy megint csak a genetika itt nagyon sokat segíthet, és biztos, hogy ezek a konkrét, tehát a nem a mostani csontok, nem a mostani emberek, hanem mondjuk a 1000 évvel ezelőtti, vagy 800 évvel ezelőtti csontok vizsgálata rengeteget segíthet, mert hát megint csak ugye a neandervölgyit így tudták igazolni, hogy hát a neandervölgyinek a génállománya teljesen eltér a mi génállományunktól, és még rengeteg ilyen csoda lesz. Ugye hát az Ötzi, ha ugye ismeri azt a múmiát, amit ott a jégben találtak, azt ugye meg lehetett 5400 évvel ezelőtt élt, és most a legújabb kutatások már azt is mondják, hogy az Ötzin 5 fajta DNS van. Most ez hogy lehet, hogy egy embernek csak egyfajta DNS van, és ezt is megfejtették, mert kiderült, hogy ő valószínűleg 3 embert megölt, tudnék a Nyíl hegyén, meg a Kardján eltérő DNS-ek vannak, és a hátán, tehát 3 különböző DNS, a negyedik DNS az a hátán van, tehát valószínűleg az egyik barátját, harcostársát lelőtték, és ő a hátán vitte, és amikor így menekült, akkor ölték őt meg. De kell ez némi fantázia is. De ez pontosan lehetett a Ötzinek a DNS vizsgálatán alapján, hogy az 5 különböző DNS, és szerintem nincs más magyarázat. Én csak azt akarom mondani, hogy a genetika egészen fantasztikus dolgokat fog produkálni. Ilyen szempontból is.
egyébként, amíg visszatérve, amiről talán kicsit korábban beszéltünk, hogy például az orvos továbbképzésben, vagy az orvostanhallgatók oktatásában felhívják arra a figyelmet, hogy bizonyos, mert mondta, hogy persze Magyarországon ez nem olyan érdekes kérdés, mert nincs speciális magyar betegség, de hogy bizonyos embertípusoknál bizonyos betegségekre inkább kell gyanakodni, mint másokra. Nem tudom, ez nekem mondjuk életem egyik nagy fájdalma, hogy én 98-ban mentem el nyugdíjba, hogy Magyarországon az egyetemeken nem jöttek addig létre a genetikai intézetek. Mondjuk Németországban 37 genetikai intézet volt a 80-as évektől, Hollandiában 12 genetikai intézet. Tehát ott nagyon hamar rájöttek. Most ne értse félre, persze, hogy elfogult vagyok. De hogy az elmúlt 50 évben, ugye ez fontos, mert 53-ban fedezték fel a DNS-t. Tehát 50 évvel mondjuk a genetika az orvosláson belül a legfontosabb húzóágazat. Ez mindig így volt. Semmelweis korábban a mikrobiológia volt, Szent Györgyi korábban a biokémia, az elmúlt 50 évben a genetika. Na most ezt a porosz, autokratikus magyar orvosi vezetés, aki foggal, körömmel ragaszkodott a pozíciójához, nem akarta elismerni, és nem engedték meg Magyarországon. Én itt a televízióban beszélhettem, de ez, hogy az oktatásba átmenjen, nehézség fél, az elmúlt 5 évben, 10 évben most már azért van, de hogy mondjuk az én, amikor még fiatal voltam, középkorú voltam, hogy engem az orvos egyetemre beengedjenek, az lehetetlen volt. Tehát ebben csak azt akarom mondani, hogy sajnos az orvosok szemléletéből Magyarországon ez még nagyon hiányzik, szemben mondjuk az európaiakkal, és ez azért nagyon meglátszik. Szóval az, hogy a genetikai megelőzés szemlélete, hogy ez egy teljesen új lehetőséget kínál, mert ugye végül is minden embert minden rossztól nem tudunk megvédeni, legalábbis Magyarországon. Mondjuk, hogy ne cigarettázz, ne így áll annyit, fussál, ne zabálj annyit, ne légy kövér, de mi vagyunk a beteg nemzet Európában. De hogyha mindenkinek meg tudnánk mondani a genetikai vizsgálatok alapján, hogy önre uram az infarktus, önre a prostatarák, önre a sokizületi gyulladás, önre a cukorbetegség, és meg tudnánk mondani, hogy mit kell tenni, hogy ez a genetikai hajlam ellenére, ez a betegség, nem azt mondom, hogy ne jelenjen meg, amerikaiak azt mondják, de 20 évvel később. Szóval Amerika például ott tart, ők 78 év most az átlagos életkor, hogy azt mondják, hogy 10 éven belül a genetika forradalmának köszönhetően 20 évvel fognak tovább élni az emberek. Na most azért gondolja el, 78 meg 20, az 98. Hát csak remélhetjük, hogy a verseny és a világ globalizációja segít rajtunk is egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én is köszönöm. Önöknek köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.